Vereséget szenvedett a Deac futsal csapata az NB1-ben. Az egyetemista csapat Nyíregyházán kapott ki 4-2-re hétfőn este. A Nyíregyháza sorozatban 6 győzelemmel várta a találkozót. A szünetig háromszor is betaláltak a hazai játékosok a debreceni kapuba. Az egyetemi csapat viszont kapufánál tovább nem jutott. A második félidő elején újabb gólt szerzett a nyíregyházi gárda. Ezt követően a Deacnak sikerült 2 gólt elérnie, de jobban nem tudott felzárkózni. A Nyíregyháza 4-2-re győzött, és jelenleg a 3. helyen áll a bajnoki tabellán. A Deac 8 ponttal a 10. Az egyetemi csapat legközelebb pénteken a TFS ellen lép pályára idegenben.